énekelj velünk, és boldogok leszünk. A kiállított kézimunkák nem csak a szorvos kezek ügyességét tükrözik, hanem benne van az asszonyok tehetsége, ízlése, bánata és öröme, valamint szellemi világa. Az első helyi közösség kézimunka kedvelő körének asszonyai jól tudják, hogy alkotó munkával tartalmasabb életet lehet élni, és könnyebben elviselhető a mindennapok nehézsége, ám ezzel egyidejűleg fennmarad a kézimunkázás értéke és szépsége is az utókor számára, mondta a kiállítás megnyitva Ágoston Mária igazgató. Az kézimunkázás más évszázadok óta benne él az emberiségben, az önkifejezés és az alkotni vágyás formájában, és ezáltal létrehozni valami maradandót önmagunkból. A alkotóik akaratlanul is beledolgozzák lelkünk kicsin darabját, önmagukat adva, hogy hosszú évek elmúltával létük ne merüljön feledésbe. A népművészet gazdag forma és színvilág, kimeríthetetlen kincsestár, mely időről időre fejlődött, változott, könnyen felismerhetőek az egyes tájegységekre jellemző motívumok, hagyományaik tovább élnek napjainkban is, portéjai anyáról leányra szállnak. A kiállított kézimunka többsége erre az alkalomra készült, de látható korábbi hímzések is. Az újak a húsvéti motívumok mellett a tavasz színvilágát, a tavaszi virágokat ábrázolják. Az asszonyaink már van, aki 40 éve kézimunkázik, és ezek tanulnak is, és tanítanak is. Úgyhogy a technikával nincs problémánk. Első osztályú kézimunka asszonyaink vannak, akik most már kézbe vették a gyerekeket is, hogy tanítsák meg nagy sikerrel is, úgyhogy külön meghívókat is kapunk az iskolába, hogy segítsünk nekik is, hogy gyarapítsuk a gyerekek tudását a kézműves munkákba. Az érdeklődők vásárolhatnak is a meglehetősen drága hímzések közül. Az ünnep közelettével gyöngyökből készült húsvéti nyuszik, tojások és kiskosarak is kaphatók.